Ezek a felvételek október elején készültek a Herman Ottó utcai lakóházban, miután gázrobbanás történt az épületben. Olyan nagy volt a detonáció, hogy az ablakok, ajtók kirepültek a helyükről, a falak pedig összeomlottak több lakásban. Sokáig maguk a statikusok sem tudták megmondani, hogy egyáltalán újjáépíthető-e az épület, most azonban lezárult a munka első üteme. A kivitelező cég vezetője bizakodva nyilatkozott. Két nappal ezelőtt fejeztük be az első ütemnek a stabilizációját. Ez volt az egész munkának a legkritikusabb és legveszélyesebb része. Gyakorlatilag ebbe az elmúlt három hétben megépítettük az összes olyan állványt, ami ahhoz szükséges, hogy a főfalak nem mozduljanak el. Ideglenes védelem alatt kitakarítottuk a legalsó szintet, illetve, ahogy mondtam, két nappal ezelőtt befejeztük a legalsó szintnek a műanyaghabban való feltöltését. A szakemberek most, hogy túl vannak az épület stabilizálásán, a munka második ütemtervét is megalkották, jövő héten a következő szintet töltik fel habbal. Mához két hétre szeretnénk elkezdeni a födénpaneleknek a darabolását, és miután ezzel végeztünk, akkor van egy elég komoly alapozás az épületen belül, hogy a segédfalakat el tudjuk kezdeni betonozni. Ha ez megtörtént, akkor ugye a falak betonozása után jön a födémeknek az elkészítése. A szekszárdi önkormányzat továbbra is minden segítséget megad a tragédiával érintett lakóknak. Eddig a bútorok elszállításában, elhelyezésében a tragédiával érintett lakóknak önkormányzati lakás biztosításával vette ki a részét a segítségnyújtásból. A január végéig tartó statikai munka közel 100 millió forintba kerül, és utána indulhat csak meg a lakások felújítása. A nyílászárókat azonban már előtte kicserélhetik majd a tulajdonosok a kevésbé rossz állapotban levő lakásokban. A jelenlegi tervek szerint legkorábban jövő nyáron költözhetnek vissza otthonukba a lakók.